Vigyázz! 1, 2, start! Ebben a pillanatban elindult a nap utolsó futama, fordulott a startos Károlyi Transz díja, handicap, minden lónak jól sikerült az indítás, és hát brilliáns BD pikpak ledolgozta a 20 méteres hátrányát, ő lesz az, aki ére fog robogni, megtámadja az élen ügető szikla szirtet, és el is tud mellette menni, tehát most már brilliáns BD vezet. Hozzá pedig legközelebb Vanderle, aki szintén 20 méter hátrányból indult, és ő is elsüvített ott mindenki mellett mögött, aztán sziklaszírt következik, majd külső spúron láthatjuk Csikóst versenyezni, aztán aranyérem M a következő résztvevő, bent a falon pedig Easy Bet, aki hát nagyon hamar elvesztette viszont azt a bizonyos 20 méter előnyét a többiekkel szemben. Élen pillanatban most már Vanderle diktálja a tempót, mögötte pedig ott van brilliáns BD, tőlük nagyjából egy olyan 5-6 méterre érkezőben van kívülről Csikós, illetőleg bent a falon még mindig sziklaszírt az, aki nagyon jól pozícionálja magát. Egyébként a hátsó kettő sincsen kiszakadva egyáltalán. Szűk egy kör van még hátra, és valóban nagyjából lehet mondani, hogy együtt a társaság. Ére tudott állni viszonylag hamar Vanderle, mögötte a falon brilliáns BD Csikósan, nagyon óvatosan kezdett, Márta Lajos hagyta befordulni, hagyta lábra kapni, most már úgy tűnik, hogy talpon van, és egyre komolyabb lendületben. Sziklaszírt a közeli negyedik, viszont ketten azért maradoznak le, Easy Betről, illetve aranyérem Emről van szó, nekik már azért a vezető Vanderlehez képest talán van 20 méter hátrányuk is, akkor, amikor 800 méter van még hátra a futamban. Ez a Károlyi Transz díja, handicap a nap záró futama, itt a kincsen parban fél hossza vezet egyelőre Vanderle, Csikóssal szemben Vanderle, Csikós és brilliáns BD, sziklaszírt a negyedik, jövögetnek talán a hátsók, Easy Betnek lehet esetleg még momentuma, szép lassan egyébként sziklaszírtett, minthogyha utolérné. Csikós pedig egyelőre úgy tűnik, hogy eltűnt Vanderle mellől, a Nagy Ferenc 2 idomítottja, az utolsó 400-re jó, másfél-két összes előnnyel kanyarodik. És úgy látom, hogy brilliáns BD is egy kicsit talán fárad, megindul újra Csikós, megtámadja az ére került Vanderlét, Vanderle próbálna védekezni ott bent a falon, egyelőre nem erőlteti őt, hajtója, Csikós viszont elugorja magát, úgyhogy ez azt jelenti, hogy az élen találja magát Vanderle, mögötte pedig sziklaszírt színei, az istállótárs sziklaszírt színei tűnnek föl, a harmadik helyre pedig megindítja igencsak hosszú rohamát, megtámadva mindenkit, szépen jöve előre Csikós, hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből, minden esetre föl fog érkezni a második helyre, Vanderle nyer, mögötte érkezik Csikós, aztán sziklaszírt a következő, a negyedik pedig Easy Bet, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mi lesz a pontos, a hivatalos befutási sorrend, itt viszont ezt láttuk.